A hétvégén avatták fel a Fivi Hűt Kft. Üzemét az ipari parkban. A 3 millió eurós építkezés jó részét a német tulajdonos Erwin Gradeur adta, amit pályázatokkal egészítettek ki. A közeljövő tervei között szerepel a villamos energia szükséglet napelemekkel történő biztosítása is, amit még az idei évben szeretnének megvalósítani. A gyár 25 embernek tud munkát adni. Hosszú út vezetett idáig, 1994-ben alakult a Fivi Hűt Kft., gyakorlatilag most vagyunk 19 évesek. A 19 év alatt a tevékenységünk egész országra kiterjedő. Valószínűnek tartom, hogy ez alapozta meg a mostani üzem átadását. Ebben a nehéz gazdasági időszakban én úgy érzem, hogy egy ilyen beruházásra nagyon büszkék kell, hogy legyünk. Reméljük, hogy az itt dolgozók hosszú ideig biztonsággal tudnak dolgozni. Külön kiemelném, hogy jelenleg 25 állandó dolgozóval dolgozunk. Ha az ideglenes dolgozókat, a szezonális dolgozókat beszámítjuk, közel 30 fővel, és bízunk abban, hogy ez egy-két éven belül akár meg is duplázódhat. Két dolgot érdemes itt elmondani. Egyrészt azt, hogy egy Európai Uniós támogatással valósul meg az új beruházás. Másrészt pedig az, hogy ennek a beruházásnak az eredményeképpen ez a cég, ez nem csak a Magyarországon elejtett vadakat fogja a jövőben már feldolgozni, hanem ez a cég idehozza a közép-európai feldolgozó tevékenységét, és így a Lengyelországban, Szlovákiában, Csehországban, Romániában, Horvátországban, Szerbiában elejtett és megvásárolt vadnak is, és az Ausztriában elejtett vadnak is egy jelentős része ide fog kerülni Tatára, és itt kerül majd feldolgozásra, és innen fogják Európa más országaiba értékesíteni. Tehát tulajdonképpen egy európai, egy közép-európai vadkereskedelmi, vadfeldolgozó központ jön létre. Van is már vásárlóerő, illetve nem is annyira drága a vadhús, hiszen a helyi értékesítési láncokat, kapcsolatokat ki tudjuk építeni, fejleszteni tudjuk, akkor sokkal egyszerűbben lehet a vadhúshoz jutni, mint az eddig úgymond megszokott nehézségek árán helyett. Belföldi fogyasztást is fokozó termék jön létre, amely valóban egy különlegesség tud lenni, egy nagyon egészséges táplálék, hiszen a vadhús nagyon egészséges, akár biotermékeknek is nevezhetjük. A cég 6 darab saját hűtőkamionnal szállítja a feldolgozott termékeket az európai országokba. A tervek között a hazai forgalom növelése is szerepel, hiszen egészséges termékről van szó.